Szabadtéren állítják ki a londoni Nemzeti Galéria legkedveltebb festményeit, pontosabban azok másolatait. A brit főváros szívében 20 ikonikus alkotást lehet megnézni olyan művészektől, mint Van Gogh vagy Bellini. A galéria így csalogatná vissza a látogatókat a karantén után. Az ötletet maga a járvány adta, a kijárási korlátozás. Hogy a tárlatot bentről kihozzuk ide a Trafalgar Square-re. A Nemzeti Galéria persze már 200 éve része a tér történelmének, de szeretnénk még több interakciót az emberekkel, akik London ezen az egyébként nagyon népszerű részén sétálnak, mondta a galéria vezető kurátora. A kiállítás szervezői azt remélik, hogy a belvárosi séta mellett a szabadtéri tárlat felkelti a nézelődők érdeklődését a többi beltéri festmény iránt is. Egy másik interaktív program a Skicca téren. Az arra járók beülhetnek egy kihelyezett székbe, és fotózás helyett lerajzolhatják a képtár klasszicista stílusú palotáját. Olyan könnyű csak úgy elmenni emellett az épület mellett, és letudni pár fotóval, pedig szerintem érdemes megállni és gyönyörködni benne kicsit. Nagyon szép innen kintről, és sosem tudhatod, mit sikerül végül alkotni, mondta egy látogató.